Jó napot kívánok, ha ismétlés, akkor jó estét, bár lehet, hogy reggel ismételnek minket, de ez egy élő műsor. Dr. Plövegyér Mihály távgyógyító vagyok, ez pedig az élő hullám a rádió egészség közvetítő műsora. Ahogy mondtam, dr. Homoki Péter vagyok. Átváltozó művész, parapszichológus, csontkovás, természetgyógyász, energiamester és újságáros. És spiritista. Mert ugye Piri fürdik, spiritista. Hogy humor is legyen. Hogy humor is legyen a mai adásban. Már is nagyon sokan telefonálnak, a húgom a nővérét hívja, a feleségem a szeretőjét, aki korábban az én szeretőm volt, a fiam pedig a lányomat, pedig ő még csak másfél éves. Mármint a fiam. A lányom 67, simán anyja lehetne a fiamnak. Kicsit bonyolul, de nem baj. Vonalaink már élnek, némelyik még mozog is, hívjanak minket. Halló? Igen, tessék? Halló, én vagyok a vonalban? Hát nem tudom, lehet, hogy valaki más? Akkor téves, bocsánat. Jó, következő telefonáló. Jó estét kívánok! Én Klárika vagyok. Üdvözlöm, kedves Klárika, miben segíthetek? Hát ránézd, na, csak ráimra. Mindenképpen hol tartja őket? Hát mostan kettőt kölcsön adtam, és sajnos a térdem is fáj. Alig tudok járni, és nagyon sokat kell vécére járnom. A térdével? Hát micsoda? Már hogy a térdével jár vécére? Hát nem tudom megnézni. Ahogy vécére megy, mindenképpen. Na, azt mondja, 1, 2, 3, 4, te kis csacsi, hová még? 10, 20, 30, de a parizer, 34 maradhat. Zöld gompinkot, zöld gomb. Kedves Klárika, hallását már is sikerült megjavítani. Tessék? Mondom, a hallását sikerült megjavítani? Ja, jól tetszik hallani? Ja, igen, csak a lábamat alig bírom fölemelni, hogy megnézni a csakrám. Bizza csakrám. Mantra, tantra, jóga, szex, utána egy zacskó kex. Na? Nézzük, tud-e már járni? Nem tudom megmozdítani a lábaimat. Hány van? 2, de a szekrény alatt. Ja, rádölt, hát akkor én most táv fölemelem azt a szekrényt, azt mondja, 31-97, csettinte, Klárika, szekrény, ajurvéda, segged, jó a fejed, béna. Klárika, ott van még a szekrény? Nem, végre bejött a férjem és fölemölte. Örülök, hogy segíthettem. Halló, ki van a vonalban? Halló! Elnézést, én kis Kálmanné Vilhelmina vagyok, konyhas. És én nagyon egészséges vagyok. Hát akkor köszönöm, hogy hívott. Jó, jó, de nem tudná elintézni, hogy leszázalékoljanak? Semmi akadálya, kérem, nézzem mereven a rádióra. Azt mondja, Szopornica 1-2, szívritmus zavar 6-8, ajakherpesz, ödéma, kankó, közmunka. De jó szarul vagyok, jaj! Áldja meg magát az ég, ilyen jó ember, jaj, de beteg vagyok végre. Örülök, hogy segíthettem. Jó, jó estét! Reggel van, de azért tessék mondani. Ja, akkor mindegy, mert én este érek csak rá. Azért szívesen segítek bármiben. Igen, jó, hát akkor hálószobát kéne kifesteni.
semmi akadálya, egy pillanat, azt mondja, glettanyag, kék, piros, sárga, kék, szürke, tapéta, kávéfol, csantra, tantra, disperzik, meg is volnánk. Kösz, viszol! Halló, tessék parancsolni. Mondhatom? Tessék. No, ugye most kijöttek ezek a vagyonnyilatkozatok. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ki az a hülye, aki elhiszi, hogy a Pintérnek csak egy Warburgja van, meg a Orbánnak alig van lóvéja, a Gyurcsány meg tisztességesen kereszt a sok pénzt. Ha? Meg azt sem mondja senki, hogy most jobban élünk, mert nekem sokkal rosszabb. Meggyógyítom, jó? Akkor tegye ki a kezét, ahogy én teszem, igen? Így. Örülök, hogy látja így rádión, igen? Keresztül. És... ja, akkor is. Most így energiát sugárzok önfelé, áramlik az energia, áramlik. Kapom, jó. Most hunja le a szemét, és nyissa ki. Ja, nem, bocsánat, fordítva. Ja, jó. Nos? Ja, köszönöm szépen. Ilyen jó, még sose értünk. Szeretlek, Viktor. No, ki a következő telefon? Üdvözlöm, én Bakonyi István, természetgyógyász és távgyógyító vagyok, és a bal kezemből elfogyott az energia. Nem tudná átküldeni egy keveset? Örömmel, de ön tényleg távgyógyító? Igen. Akkor cserébe megnézni a májamat, mert valami nem stimmel. Jó, nagyon szívesen, de hogyha maga is távgyógyító, akkor miért nem gyógyítja meg magát? Mert túl közelülök magamhoz. Csak távolra tudok gyógyítani. Ja, értem, jó. Na, azt mondja. Akkor 32, 52, 56, 89 000. Apád, anyád, ide jöjjön. Ezt 42, akartam én is 56, mondani, csantra, igen, mantra, igen, szex, 86. Perc, kimehetsz, mantra, tantra, nyakra, csakra. Köszönöm, kedves István. Én is köszönöm szépen. Ennyi hülye szélhámos embert. Igen, tessék. Hello, én egész nap hangokat hallok. Ki kéne kapcsolni a rádiót? Nem mond hülyeséget. És miben tudok segíteni? A rövid távú memóriámmal van egy kis baj. Értem, mióta tart ez? Micsoda? Még hívott föl? Halló. Halló, mentők! Nem, én dr. Plövegyér Mihály vagyok, az ezoterikus tudományok doktora. Agyon és fáj a szívem, hívjanak mentőt! Csakra elemző nagymester, miért nem lehet hagyni, hogy befejezhessek egy mondatot, nem értem. A szívem! Nem, én nem a felesége vagyok. Most arra kérem önt így rádión keresztül, hogy üljön velem szembe. Mindjárt meghalok! Mindent meghal? Nem, meghalok, infarktusom van, mentőt! Erről eszembe jut egy vicc, hogy... Ne szórakozzon, a mentő! Pontosan ez a poénja, ezek szerint ismerte, de van egy másik vicc is. Jaj, de ennél jobban képzelje! Nem érdekel! Igen, de azért ezt elmondom, mert halálra fogja röhögni magát. Múltkor felhívott egy ember, azt mondja, a nevem Király László, és császárral születtem. Érti, hogy király császárral született? Hát a császár az nem születhet királlyal, mi? Érti? Meg fogok halni! Mondtam én, ugye, hogy jó. Nagyon fáj a szívem! Ja, ha miért nem mondja, akkor megvizsgálom. Azt mondja, 23, 54, 89, 247. Addig tessék megmondani, hogy mi a közös az iménti számokban. Azt mondja, csakra, tantra, mantra, nirvana, metallika, Kovács Kati. Fáj a szívem! Igen, volt neki egy ilyen slágere, de... Most jobban érzi magát? Mentőt! Meghalok! Jaj! Kedves hallgatóink, az iménti hangok is jelezték, hogy vége, ez volt az élő hullám, a rádió egészség műsora. Ha az iménti úr nem is, de telefonszámunk még él adás után is, a portás fogja felvenni, ha épp nem alszik. Én megköszönöm a figyelmüket, műsorunkkal a jövő héten kedden 2003. februárjában jelentkezünk, péntekenként közvetlenül a TV Maci előtti híradó után, a viszontlátásra.